Lázméréssel indul a nap a nyírbátori Betlen középiskolában is. Ez követi a kézfertőtlenítés, csak ezután léphetnek be a diákok a tanterembe. Már ezt a folyamatot is figyelemmel kíséri a szeptember 1-e óta itt tevékenykedő iskolaőr, de igazi feladata az oktatási intézményben dolgozó pedagógusok zavartalan munkájának biztosítása, az őket és a diákokat veszélyeztető cselekmények megelőzése, megszakítása és megszüntetése. Az iskola vezetősége tavasszal döntött arról, hogy élne az iskolaőr szolgálatának lehetőségével. Egyrészt ugye nagyon sok a hátrányos helyzetű tanuló az iskolánkban, illetve egyéb problémák is adódtak. Ebből kifolyólag azt gondoltuk, hogy ezt a lehetőséget mi elfogadjuk, és így felvettük a kapcsolatot a fenntartóval, és ennek megfelelően igényeltük az iskolaőr szolgálatát. Munkaideje reggel 7-től délután 3 óráig tart, az illetékes rendőrkapitányság kapcsolattartójának pedig minden nap beszámol tevékenységéről. Gumibot, bilincs és gázspré is van nála, sőt testi kényszert is alkalmazhat munkája során, de az intézményvezető szerint már maga az egyenruha visszatartó erővel bír a problémás diákok számára. Ebben az iskolában mind a gyerekek, mind az oktatók jól fogadták az iskolaőrt, igaz, itt egyébként is több rendőr óraadó dolgozik. Az a tapasztalat, hogy igen jól működik, bár fiatal az iskolaőrünk, de mégis tekintélye van és tisztelik a tanulóink, tehát az ő általa adott utasításokat elfogadják. Reggeltől estig itt van nálunk, dolgozik, járja az épületünket, ugye ez egy elég nagy épület, van egy főépületünk, tanműhelyrész, a sportcsarnokunk elég nagy, és itt látja el a szolgálatot. A megye iskoláiban összesen 31 iskolaőr dolgozik, ők azonban nem az intézmények, hanem a rendőrség munkatársai. Nem feltétel ugyanakkor, hogy már korábban is rendőrként dolgoztak. Alapvetően iskolaőr az a cselekvőképes magyar állampolgár lehet, aki büntetlen előletű, megfelel az egészségügyi, fizikai és pszichológiai feltételeknek. Ezen kívül persze vannak más külön jogszabályban előírt feltételek. Tehát gyakorlatilag bárki jelentkezhet iskolaőrnek, és azt tudni kell egyébként, hogy az iskolaőrök azok a rendőrség területi szerveinek, tehát a főkapitányságoknak az állományába kerülnek munkaviszonyba, közfeladatátó személynek minősülnek, akik kényszerítő eszközt alkalmazhatnak, de fegyverhasználati joggal nincsenek feljogosítva. Felkészítésükről is a rendőrség gondoskodik. A szeptemberben munkába állt iskolaőrök egy 3 hetes gyors talpaló során sajátíthatták el a szükséges tudást. 3 modul volt a oktatás során, illetve lesz még, mert folyamatos a képzés, amennyiben szükségessé válik. Van egy pedagógiai modul, amit pedagógus szakemberek állítottak össze, és ők is hajtották végre ezt a képzést. Van egy rendvédelmi modul, amit a rendőrségnek a dolgozói, oktatói adtak le, úgymond az iskolaőröknek, és van egy bűnmegelőzési és konfliktus kezelési modul, amit szintén rendőrök adtak át az iskolaőröknek. Ezek a modulok minden alkalommal záróvizsgával végződtek, illetve a végén egy összegző záróvizsgát kell tenni az iskolaőröknek ahhoz, hogy megvalósuljon a vizsga a sikeresség és megkezdhesse a munkáját. A szakember hozzátette, a felkészítés ideje változhat a jövőben. Elmondása szerint egyébként az egész megyében pozitívak egyelőre a tapasztalatok. Aki pedig most kezd el késztetést érezni arra, hogy iskolaőr legyen, semmiről nem maradt le, hiszen a toborzás folyamatos az egész országban. Jelentkezni elektronikusan vagy postai úton lehet, de személyesen is van rá lehetőség a rendőri szerveknél.